estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! A látszacsékei művésztelep alkotásaiból láthatnak válogatást az érdeklődők a Zemplén galériában. A bodrogközi településen három alkalommal szerveztek nyári alkotótábort, ahová Munkácsi díjas alkotók épp úgy meghívást kaptak, mint feltörekvő fiatal tehetségek. A három éve elindult kezdeményezésnek köszönhetően Látszacséke neve nem csak mint egy leszakadó észak-kelet-magyarországi település maradt fent, de úgy is, mint a hely, ahol értékes képzőművészeti alkotások születnek. Ez borra van nyitva, és a bor vörösborra terjedően, és akkor a vörösborban máshogy viselkedik. Ilyen nem tudom, hogy máshogy, csak Gáspár viszont. Gáspár Gyula borral készült mozdulatvázlatai legalább annyira egyediek, mint a hely, ahol készültek. Látszacséke településről sok minden eszébe jut a mi vidékünkön élőknek, de az elsőre biztosan nem, hogy művésztelepnek ad otthon. Szerencsére csak a mindennapi emberek vannak így ezzel, a helyi vezetők nem. És hogy véletlenek nincsenek, azt a 2016-ban elindult művésztelep ötlete is bizonyítja. Mindez onnan indult, hogy a falu alpolgármestere felvette egy stoppost az autójába, akiről kiderült, művészember és festő. A célunk elsősorban az volt, hogy a gyakorlatilag eltűnő, elfogyó látszacsékén valami maradandót még az utolsó időkben próbáljunk meg létrehozni, alkotni, és ahogy mondtuk is, nincsenek véletlenek, így kellett találkoznom Jeles Bócsa művészúrral, tanárúrral, így kellett találkoznom segítőtársával, Ivanega Ivánnal, és közel egy-két év előkészítés után 2016-ban indult el az első látszacsékei művésztelep. Sátoraljaújhelyi kiállításon látható válogatás három év anyaga. 2016-tól minden évben nyárderekán Éles Bulcsú megszervezi a tábort Látszacsékén. A résztvevők nagynevű képzőművészekből, mint Móder Rezső vagy Olajos György, és feltörekvő fiatal tehetségekből állnak. A tematika szerint cserélődő tagokkal táboroznak a faluban az alkotók. Nálunk Látszacsékén az a szabály, hogy két kép marad a gyűjteményben, kettő munka marad a gyűjteményben, de az egyiket a képzőművész magával hozza. Egy korábbi munka, egy más stílusú, esetleg grafika, ami ott helyben nem készült el, szitanyomat, linómetszet. Tehát ezzel biztosítja azt, hogy a másik nyugodtan készüljön el a másik munka, de a másik munka mindig a helyszínen készül el. Hogy aztán mennyire hat látszatségére a kép, vagy a képre látszatség, azt nem lehet tudni, de a légkör mindenképpen barátságos, a fogadó polgármesternek köszönhetően. Látszacsékén szeretettel fogadták a művészeket. A falu polgármestere saját vendégházában fogadta be az alkotókat, és mindig akadt valaki, aki étellel, itallal látta el munka közben és utána festőket, grafikusokat. A hozadék pedig mindenképpen nemes. Elkészült egy-két alkotás, amely messze viszi a bodrogközi település hírét. Nagyon örülök neki, hogy Látszacsékén egy ilyen művésztelep jött létre, mivel hogy Magyarországon mi egy 330 lelkes kis település vagyunk, és büszkék vagyunk rá, hogy van egy művésztelepünk. Hát azt hiszem, hogy ehhez akarat kell, és ez mindkét oldalról megvolt, de mire emlékszik, milyen volt az első? Hiszen mi nem művészemberek, úgy képzeljük el a festőket, hogy bohémek, és egyébként is nem feltétlenül az alkotás a lényeg, hanem hogy jól érezzék magukat, de aztán itt elég szigorúan, mint hallom, legalább egy alkotás mindig elkészül. Így van, igen. Valójában egy picit én is tartottam ettől az egész történettől, mert még nem ismertem meg a művészek éles stílusát, lelkivilágát. Én is azt gondoltam, hogy kicsit bohémebbek, de tévedés, alkotó és szorgos emberekre találtunk bennük. Kik azok, akiket, ha a teljességigénye nélkül is, akiket erre a művészszelepre meg tudott nyerni? Azt szoktam mondani ilyenkor, hogy először még a meghívott képzőművészek adták a gyűjteményt, a képet. De most már a képgyűjtemény diktálja, kit hívjak meg, ugyanis mindig cserélgettem a meghívott művészeket. Próbálok nagy neveket is hívni a támogatás, állami támogatás érdekében, amit ezúttal is köszönünk. És próbálom cserélgetni is, hogy nem mindig ugyanaz a 4-5 ember legyen meghívva. Na most a legnagyobbakat említsem, akkor a két Munkácsi díjas művészünk, Olajos György és Móder Rezső, aki már járt nálunk, akkor Burai István azóta már elhunyt
első évben eljött nagyon nagy név, és itt vannak azok, akik Gici György, és szintén nagy név, és ott vannak azok a művészek, akik még nem olyan nagyon híresek, de dolgoznak, szorgalmasan dolgoznak, és jó gépeket festenek, és ezzel támogatják a művésztelepet. Szóval el kell mondanom, hogy olyanokat hívok meg, akik már önálló stílussal rendelkeznek, minimálisan már ismertek, hivatásos képzőművészek, és nagyjából a általuk képviselt stílus egybeesik a tábor a művésztelep stílusával. A kiállításon látható Gáspár Gyula borral kevert tus technikájával készült mozdulatvázlatok, Lackó Andrea finom hangvételű, aprólékosan megmunkált absztrakt alkotásai, Móder Rezső évek óta rajzolt magánmitológiájának sorozatát folytatta tovább, Székely Gézát a Látszacsékely templom karzataik lette meg, és látható a művészeti vezető Éles búcsú sorozata is, amely kapukat, kerítéseket ábrázol. Na most a stílust, ha kérdezik, akkor azt lehet mondani, képeken is lehet látni a falakon, hogy az absztrakt és az expresszionista irányzat mindenképpen jelen van. Továbbá beszélünk olyanról, hogy magánmitológia, itt helyben nagyon ismeri Csótó Lászlót, ő csak adományozott képeket. Csótó László képeit messziről fel lehet ismerni, de Olajos György vagy Gici György munkáit, vagy Burai István munkáit messziről meg lehet ismerni a stílusjegyek folytán. Tehát ilyen nevekbe gondolkodok, más irányzatokat nem annyira részesítek előnyben. Látszacsékén, akár a Hegyköz vagy a Bodrogköz más falujában érzik az időszelét, a fogyó lakosságot és a kultúra iránti érdeklődés hiányát. Ám vannak néhányan, akik nem adják fel, és akár ilyen művésztelepel színesítik a Bodrogköz életét. Ennek köszönhető az új helyi kiállítás is. Úgy gondolom, hogy nincs más lehetőségünk, amíg egy is van közülünk, akit a falu sorsa érdekel, és a szívén viseli a kultúra, a művelődés kérdését, akkor ezt megtesszük. És hát ennek szerintem mindenki nagyon örül, hiszen ezen cél, ha már kétszer és háromszor is volt művésztelep, valamilyen szinten megvalósul és megmaradnak ezek az alkotások. De fontos-e az, hogy valamilyen módon az alkotásokon keresztül megmutatkozzon Látszacséke, vagy egyáltalán nem fontos, és csak az a fontos, hogy ez azon a művésztelepen készült? Most már hozzátartozik Látszacséke történelméhez a művésztelep, és természetesen nagyon fontos. Nagyon fontos mindazoknak, akik valamikor Látszacsékén éltünk, de az élet elsodort onnan bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy hozzákötődjön Látszacsékéhez ez a művésztelep, ez a folytonosság. Hogyan él tovább egy művésztelep, amikor augusztusban lezárul, mondjuk az első? Igen, az első tényleg nehéz volt, mert szerencsére sok ismerősöm, jó barátom van, de például Breznai Andráson meglepődtem, hogy eljön, mert mondta volna azt, hogy őt elég helyre hívják, és nem fog eljönni. Burai István először nem is akart eljönni, csak azt mondta, hogy 2-3 napra meglátogat. Aztán előtte néhány héttel felhívott, hogy eljön az egész 10 napra, pedig őt körülbelül 58 helyre hívják egy évben. A többiek eljöttek egyből, ők is eljöttek, utána már tényleg elkezdett menni a híre, tehát továbbadták a szakmában, hogy milyen jó a légkör, a fogadás, ha muszáj visszatérnem, milyen jó a vendégfogadás, a vendégszeretet, és bizony szakmailag is Új Művészet magazin leadta a második és a harmadik művésztelepünk cikkét, nagyon nagy segítség volt a részükről, és az ilyen kiállítások, mint Sátrai Újhelyen most jelenleg, ez is mind-mind viszi a hírt, és akkor mindig ismertebbé válik egy művésztelep, annál könnyebben lehet a szakmából idehívni új arcokat. És a régiek pedig visszatérnek örömmel, akik jól érzik magukat. Tehát egy jó esetben ez egy öngerjesztő, önépítő folyamat, amely addig megy, amíg a falu szeretné. A szakma az el fog jönni. Kohány György Kossuth díjas festőművész grafikus képeiből nyílt kiállítás Sárospatakon, a Képtár, valamint a Gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum közös szervezésében. A méltatlanul elfeledett alkotó munkásságának egy részét szerették volna ilyen módon bemutatni a nagy közönségnek. Ezt az örökséget pedig kevesen ismerik ma Magyarországon. 1964-ben Munkácsi, majd 1966-ban Kossuth díjat kapott Kohán György festőművész, grafikus. 1910-ben született Gyulavárin, majd 56 évesen Gyulán hunyt el. Az alföldi festők és a Hódmezővásárhelyi művésztelep jeles képviselője.
Drámai, koloritú, figurális kompozíciókat készített, a modern stílus irányzatok hatása beépült művészetébe. Alkotásait azonban csak kevesen ismerik, hiszen egyike az elfeledett magyar 20. századi festőknek. 2017-ben a Sárospataki Képtár rendezett egy Dobján kiállítást Gyulán, a Gyulai Erkel Ferenc Kultúrás Központ és Múzeum Kohány György galériájában, ahol Kohány Györgynek van egy állandó kiállítása, illetőleg egy időszaki kiállítótér, és ott az állandó kiállítás látogatása kapcsán vetődött fel először az, hogy Kohány Györgyöt be lehetne mutatni Sárospatakon. Egyrészt a két intézmény közötti együttműködés részeként, másrészt azért is, mert Kohány György a magyar festészet történetének egy kevéssé ismert, ám bátor jelentős alakja, és képeivel még nem találkozhatott a sárospataki közönség. Így aztán a gyulai kollégák nagy örömmel álltak rendelkezésünkre a tekintetben, hogy megrendezzük ezt a kiállítást. Kohány György ahhoz a festői vonulathoz tartozik, amely az alföldi iskolát jellemzi, bár ő maga személy szerint nem volt tagja ennek a művészcsoportnak. Rendkívül erőteljes és nagyon markáns festői vonalat visz. Összességében véve azonban azt mondható róla, hogy a koloratúrája nagyon-nagyon erős és nagyon szemléletes, ez az itt jelenlévő, itt kiállított festményeken is látható. Ugyanakkor ez az expresszivitás egy nagyon mély gondolati kört is megfogalmaz, egyrészt a tájképeiben, másrészt pedig az ember ábrázolásaiban egy nagyon összetett figurális művészetet képvisel. A csendéletei, amiből itt most jó néhány nagyon szép darab látható, egy külön vonulatot képvisel az ő művészetében, és mondhatni a magyar művészet történetben is nagyon kevés olyan festő van, aki ennyire jól és nagyon szépen fogta meg a csendélet műfaját. Kohány György a teljes életművét Gyula városára hagyta, több mint 600 festményt és több mint 2000 grafikát. Na most ez az életmű gyakorlatilag ott van a gyulai képtárban, és a műtárgypiacon alig forognak a művei, és így a neve is alig forog. Úgyhogy ez az egyik ok annak, hogy kevéssé ismerik. Az ő munkáit általában két dologgal szokták jellemezni, az egyik az, hogy kubista, a másik pedig, hogy monumentalista. Subka Magdolna szerint, aki a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze volt, és Kohán, merem mondani, egyik legjobb szakértője, azt mondta, hogy Kohán az egyetlen a magyar festészetben, aki monumentalista látásmóddal bír. És aki ismeri Kohán munkásságát, meg műveit, az el is fogadja ezt a tételt. A színhasználat, a borús, a sötét színek a jellemzők, erre nagyon egyszerűen a magyarázat egész életében nyomorgott, és ez a nyomorgás, ez a nélkülözés, és emellett még mellőzésben is volt része, majd a megnyitomban erre is ki fog térni. A mellőzése miatt hát nem volt egy jó kedvű művész. Arról nem beszélve, hogy viszonylag fiatal, 56 éves korában hunyt el tüdőrákban. Mindebből milyen képek születtek? Mi az, amit elsősorban ő szeretett vászonra vinni? Hát a csendéletekben, főleg az Alföldön honos zénia virágok megfestésével foglalkozott, illetve hát nagyon sok képén ez látható. A hölgyek, tehát a nők, mégpedig a combos, fenekes, nagyfenekű hölgyek, ezek voltak a kedvencei, ezeket ábrázolta, itt is látunk ilyen képet ezen a kiállításon, és az alföldi élet. Tehát azok a házak, azok a tanyák, amelyek az Alföldre jellemzők, de más megközelítésben, mint ahogy azt Tornyai vagy Koszta József festette, mert neki az volt a felfogása, hogy Tornyai és Koszta után, de mindenek előtt kubista módon. Ő az alföldi festészet megújításán dolgozott. Hogy érzi, kezdi azért most már megismerni a nagy közönség az ő munkáit? Nagyon sok időnek kell még eltelni ahhoz. Ugye Kohánról nemigen van monográfia,
Supka Magdolna írt egy nagyszerű monográfiát, de az Gyulaváros kiadásában jelent meg, tehát a könyvkereskedelmi forgalomban nemigen került be ez az igazság. A Kossuth kiadó magyar festők sorozatában megjelent egy vékony kis album, de mindez kevés ahhoz, hogy őt újra felfedezzék és bekerüljön a nemzet tudatába. Ön miért kezdett vele foglalkozni? Van esetleg valami személyes kapcsolódás? Hogyne, a feleségem az ő keresztlánya. Az én apósom a festőművésznek az egyik öccse volt, hát elhunyt már, és részben emiatt, ugye a családnak van néhány Kohán festménye, részben emiatt, részben meg a sorsa miatt az egész élete egy olyan izgalmas, érdekes történet, hogy én elhatároztam, hogy ezt az életutat én megpróbálom földolgozni, nem művészettörténeti szempontból, mert az Supka Magdolna elvégezte, hanem kifejezetten olyan szempontból, hogy hol élt, mit csinált, kivel tartott kapcsolatot, milyen inspirációi voltak a munkáira. Milyen gyakorisággal sikerül kiállításokat szervezni? Hát ugye Gyulán van egy állandó kiállítás a képtárba, a Kohán képtárba, ezt épp a múlt héten nyitották meg, már mint a felújított kiállítást, mert időről időre felújítják, és most egy új anyag került ki. Hát a itteni Sárospatakihoz hasonló kiállítások azok nagyon esetlegesek. Tehát akkor van még mit felfedezni? Hogyne, természetesen. Akik ezzel foglalkoznak, nem fognak unatkozni. Most már a jövő évet tervezzük. A jövő év is nagyon izgalmas lesz. Egyrészt továbbra is a Zemplén Fesztivál kiállításait a képtár gondozza, ami egy jelentős feladat. Én 6 kiállítást, jövőre 5 kiállítást kell majd megszerveznünk. Ezen kívül mindenképpen szeretnénk a helyi művészeknek, vagy a helyi Sárospatakon indult művészeknek is lehetőséget adni jövőre. Dienes Erikát szeretnénk bemutatni, aki Sárospatakon élt sokáig, itt is tanult, az első iskoláit itt végezte, és most Budapesten az ELTE-n dolgozik, és egy kiváló szcenikus, emellett önálló igényű munkái is vannak. Sárospatakiak számára szintén ismerős országos jelentőségű művész, sajnos már meghalt, Gubis Mihály, akinek egy emlékkiállítást szeretnénk jövő ősszel bemutatni itt a Bástyában is. Hát még a tervek alakulnak, hiszen az utóbbi néhány évben a képtár és a művelődés háza és könyvtára közösen tervezi a kiállítás programot, ami most még inkább rá vagyunk kényszerítve, hiszen a kiállító terek száma egyel csökkent a városba, így még inkább össze fogjuk hangolni a dolgot. Igazából azt mondhatom, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző és problémamentes, úgyhogy a jövő évi kiállítás terveket az elkövetkező hetekben fogjuk pontosítani. A kiállítás az Újbástya Rendezvény Centrum Urbán György kiállító termében tekinthető meg. Az elmúlt hónapokban számos abaúji és zempléni településen újultak meg kiskönyvtárak. A fenntartó II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár igazgatója arról számolt be, többek között kulturális magazinunknak, hogy 325 településen működő könyvtár szakmai és technikai felszereltségéért felelnek. A kistelepülési könyvtárak közül pedig 51 sikerült már megújítani a kor követelményeinek megfelelően. Ez miként is zajlott, mi mindent foglalt magába, arról dr. Prókai Margit beszélt műsorunknak. Gibárt vagy éppen Alsóberecki legutóbb az ezeken a településeken élők vehették birtokba a megújított kiskönyvtárakat. A II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár ugyanis egy programnak köszönhetően fejleszthette ezeket. Több esetben pedig a helyi önkormányzatok a maguk módján is segítették ezeknek a terveknek a megvalósítását. Annak köszönhető, hogy létezik a könyvtárellátási szolgáltató rendszer, amely a kistelepülések könyvtári ellátását biztosítja, és amelyhez a megyei hatókörű városi könyvtárak jelentős mennyiségű állami támogatást kapnak. Település nagyságonkénti ez az összeg, amit a magyar költségvetés biztosít. Ezen felül a megyei hatókörű városi könyvtárak még intézményi támogatásban is részesülnek. Tehát van egy biztos anyagi alapja annak, hogy ez a rendszer működhet. Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendkívül nagy, nagyon sok a település, nagyon sok a kis település, ez azt jelenti, hogy 5000
ezer lakos alatti. Ők vesznek részt ebben a nagy rendszerben, de ez a rendszer országos. Több mint 2600 település van benne Magyarországon. Nálunk 325 kis település van benne eddig, jövőre újabb két település csatlakozik, tehát 327-re nő a települések száma. Ez azt jelenti, hogy ebből az állami forrásból mi biztosítjuk az új könyveket, folyóiratokat, programokat, rendezvényeket, de akár a bútorzatot, a technikai eszközöket, digitalizáló berendezéseket, fényképezőgépeket, tehát olyan eszközöket, amik segítik a közösségek munkáját helyben, a könyvtár munkáját, a könyvtáros munkáját. Minden tekintetben új és korszerű körülmények fogadják már a gyerekeket és felnőtteket egyaránt ezeken a helyszíneken. Mindenkinek a könyvtár kapcsán a telezsúfolt, régi könyvekkel agyon nyomasztott poros könyvtár jut az eszébe. Ez a múlté, mi is arra törekszünk, és több mint fél száz könyvtárban már sikerült ezt elérnünk, hogy közösségi tér legyen a könyvtárban, tehát lehessen egy-egy programot, közösségi rendezvényt befogadni, csak új könyvek legyenek, ne legyenek régi ócska könyvek, új könyvek, cserélődjenek a könyvek, folyóiratok legyenek, és hát ott legyen a számítógép is, mert arra is igény van, szükség van, lehessen akár digitalizálni, legyen egy kis szkenner, hiszen fontos, hogy mindenféle helyi értéket megőrizzünk. Éppen azért van a kis településeken is a kormányzati szándéknak megfelelően könyvtár, közösségi hely, információs hely, hogy ne kelljen beutazni ezért a városba, hogy itt is meglegyen minden olyan információ, tanuláshoz szükséges, vagy a szórakozáshoz szükséges segédlet, anyag, ami segíti a helyben élőket. Legyenek itt közhasznú információk, akár menetrendek, mikor megy a busz, mikor jön a busz, de lehetnek itt fotók a településről, régi családi fotók, hogy tényleg megőrizzük a múltat, hiszen ezek régi települések mind itt a Bodrog közben is több évszázados települések, amelyeknek nagyon gazdag múltja van, és nagyon sok kincseik vannak. Ahogyan láthattuk a műsorban, ez a népviselet is egy gyönyörű, régi, az eredeti berecki népviselet. Milyen jó, hogy újra elővették és életre kelt. Nekünk az állami támogatásból legalább két felnőtt és legalább két gyermek programot kell biztosítanunk. Ezek nagyon változatosak. Igény szerint biztosítjuk, tehát mindig megkérdezzük a helyi polgármestereket, könyvtárosokat, mi az, ami iránt érdeklődnek. Lehet ez egy ismeretterjesztő előadás, ami szólhat az egészségfejlesztésről, de lehet ez egy olyan irodalmi műsor, ahol megzenésített versek hangzanak el, vagy akár a Kiskata zenekar, akik valóban nagyon igényes magyar muzsikát hoznak a kis településekre. Tehát nagyon változatos. A gyerekek számára pedig olvasás népszerűsítő programokat, papírszínházat, bábszínházat, tehát olyan foglalkozásokat, olyan kézműves foglalkozásokat, amik által egy kicsit az olvasásra ösztönözzük őket, hiszen az a lényege, hogy tanuljanak meg jól olvasni, és szeressenek olvasni, hiszen az olvasásra szükségük van. Mi végezzük a frissítést is, de a helyi igényeknek megfelelően. Tehát van egy nagy számítógépes rendszerünk, amiben online lehet a könyveket megrendelni, tehát egy kattintással kiválaszthatják a helyi könyvtárosok azt, hogy mit szeretnének egy óriási nagy kínálatból, és azt szerezzük be nekik, amikre tényleg igény van. Ez bármikor cserélhető, változtatható a helyi igényeknek megfelelően, illetve ha nincs meg valami, akkor van egy nagy országos rendszer, az országos dokumentumellátási rendszer, bármit meg tudunk kérni az ország bármely pontján lévő könyvtárból, a könyvtárközi kölcsönzéssel. Tehát bárki bejön ide, ugyanazokhoz a dokumentumokhoz hozzájut, amelyhez egy budapesti vagy egy miskolci lakos. A számadatok azt mutatják, hogy nálunk nem csökken a létszám. Azokban a könyvtárakban, amelyek megújultak, ott igen, ott az érdeklődés is megnövekszik, és az olvasói létszám is nő. Tehát nagyon fontos, hogy a környezet olyan legyen, ami vonzó, csábító, modern, nem ócska és régi. A könyvtárak megújítása a munkahely megtartást is segíti. Feltétlenül rá is kényszerül erre, tehát azt gondolom, hogy a digitális technológiát, a digitális írástudást követnünk kell. Ugyanakkor szükségünk van a régi hagyományos könyvekre, folyóiratokra, hiszen azok is sok információt hordoznak még, és még mindig a Gutenberg galaxis folytatódik.
A könyvtárak személyzetét az önkormányzat biztosítja, tehát mi annak örülünk, hogyha van helyben olyan könyvtáros, aki el tudja látni ezt a feladatot, és az őt a fenntartója bízza meg, de természetesen mi minden szakmai munkában segítünk, sőt, képzésre is lehetőséget biztosítunk, évente kétszer szakmai napot szervezünk a vidéki könyvtárosoknak, de van egy középfokú képzésünk, OKS képzésünk, amit segédkönyvtáros képzésnek hívnak, nagyon sokan a megyéből erre is eljönnek, hogy legyen meg a szakismeretük és a bizonyítványuk arról, hogy ők valóban könyvtárosok. A legkisebb települések sem maradnak majd könyvtári szolgáltatások nélkül. Most indul egy nagy projektünk majd a megyében, éppen most zárult a közbeszerzés le, lesz egy nagyon új, modern könyvtárbusz, ami a legkisebb településeken fogja vinni a könyvtári szolgáltatásokat. Ez egy hatalmas kamionalvázra épített könyvtárbusz lesz, már elkezdték a gyártását, és ez 27 kis településre fogja vinni a könyvtári szolgáltatást. Tehát nem csak ilyen kőkönyvtárak léteznek a megyében, ezekre is szükség van, de ilyen mobil kerekeken guruló könyvtárak is, amik ugyanúgy visznek könyveket, folyóiratokat, DVD-ket, és ugyanúgy foglalkozásokat, programokat, könyvtármozit, tehát vetíteni is lehet bennük, mint ahogyan a kőkönyvtárakban. Ez utóbbi várhatóan 2019 végétől áll az olvasók rendelkezésére. Kedves nézőink, mára ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk. Jövő hét pénteken is számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!